Pokoli lecke. Lorenzo Carcaterra regénye. Igaz történet alapján. Sleeper. Köznyelvi. 1. Nem helyi bérgyilkos, aki a megbízás teljesítése után az éjszakát még a városban tölti. 2. Fiatalkorú bűnöző, akit 9 hónapnál hosszabb valamely állami büntetés végrehajtási intézetben letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Let's go and say a prayer for a boy who couldn't run as fast as I could. Mondjunk imát egy fiúért, aki nem tudott olyan gyorsan futni, mint én. Pat O'Brien a Dead End Kids nevű bandának a Mocskos arcú angyalok című filmben. Prológus. 1993 tele. Az asztal túloldalán ültem, szemben azzal a férfival, aki kínzott, vert és megalázott csak nem 30 évvel ezelőtt. Azt hittem, már a 60-as éveiben járhat. Annak idején jóval idősebbnek látszott nálunk. Pedig csak a 40-es évei végét taposta, s kevesebb, mint 10 évvel számlálhatott többet nálam. Ritkuló haját egyenesen hátrafésülte. Hamufehér jobb kezében egy filteres cigaretta remegett. Baljával egy pohár jeges vizet markolt. Fekete keretes szemüveg mögül nézett rám. Barna szeme nedvesen fény lett. Folyt az orra, a tövénél kipirosodott, és hámlott a bőr. Nem tudom, mit akar hallani. A hangjában nyoma sem volt az egykori erőnek. Nem tudom, hol kezdjem. Emlékeimben magas, izmos, arrogáns és hirtelen haragú férfiként élt, aki élvezettel kínoszta a hatalmába került elítélteket abban a nevelőintézetben, ahol 13 éves koromban magam is eltöltöttem 9 hónapot. A valóságban esendő volt és rémült, homlokán hideg veríték gyöngyözött. Szükségem van erre az állásra, esdekelt nyöszörögve. Nem veszíthetem el, ha valamelyik főnököm megtudja. Ha bárki megtudja, végem van. Fel akartam állni, hogy a kávé és a cigi fölött átnyúlva megragadjam, s addig verjem, amíg vérezni kezd. Ehelyett csak ültem, s visszaemlékeztem mindarra, amit oly sok éven keresztül próbáltam elfelejteni. A néma éjszakát szétszabdaló fájdalmas sikolyokra, egy öv csattanására a bőrömön, büdös leheletre a tarkómon, hangos röhögésre és elfojtott könnyekre. Nagyon régóta vártam ezt a találkozást. Rengeteg pénzt és időt áldoztam arra, hogy megtaláljam azt a férfit, aki oly sok kérdésemre tudta a választ. De most, amikor itt volt, semmit nem tudtam mondani. Semmit nem tudtam kérdezni. Alig figyeltem oda, miközben 2 tönkrement házasságáról és anyagi csődjéről beszélt, s azt emlegette, hogyan kísértik gonosz tettei mindmáig. Szavai gyáván és üresen hangzottak, és semmi késztetést nem éreztem, hogy választ adjak rájuk. Ő és az a társaság, amelynek tagja volt, örökre megbélyegezte, helyrehozhatatlanul tönkretette 4 fiú jövőjét. Egykoron akkor is megdermedtünk, ha csak közeledni hallottuk őt. Nevetése, az a halk, hátborzongató nevetés, mindig a kínzások kezdetét jelentette. Most, ahogy szemközt ültem vele, s remegő száját, reszkető kezét figyeltem, azt kívántam, bárcsak ne féltem volna annyira, bárcsak lett volna elég bátorságom, hogy szembeszálljak vele. Annyi élet másképp alakulhatott volna, ha megteszem. Nem úgy gondoltuk, nem akartuk megtenni azokat a dolgokat, suttogta közelebb hajolva. Egyikünk sem akarta. Nincs szükségem a bocsánat kérésére, feleltem. Az nem hoz rendbe semmit. Könyörgöm, mondta elcsuklott hanggal. Próbáljon megbocsátani. Kérem,
Próbálja meg. Tanuljon meg együtt élni vele, mondtam, s felálltam az asztaltól. Nem tudok. Már nem megy. Akkor halljon meg vele együtt, néztem rá keményen, mint a barátaim. A szemében tükröződő fájdalomteli megadás láttán összeszorult a torkom, s felszállt az évtizedes sötétség. Bárcsak a barátaim is ott lehettek volna velem. Ez az igaz történet olyan barátságról szól, amely erősebb volt a vér kötelékénél is. Hogy a szereplők identitását megóvjam, sok nevet, dátumot, helyszínt, valamint az emberek és az intézmények minden olyan jellemzőjét megváltoztattam, amelyről azok felismerhetők. Például megváltoztattam a bírósági tárgyalás helyszínét, amelyre valójában nem Manhattanben került sor. Az emberek lakó és munkahelyét is megváltoztattam, s így gyakran a valóságosnál szebb képet festettem róluk. A regény megírása 2 évet és 2 évtizednyi kutató munkát vett igénybe, s ennek során a szereplőkben olyan emlékeket ébresztettem fel, amelyeket jobban szerettek volna elfelejteni. Az emlékezésben sok barát és néhány ellenség volt segítségemre, akik pusztán a névtelenséget kérték cserébe. Ezért, bár minden tettüket pontosan feljegyeztem, a valódi nevük, hősöké és gonosztevőké egyaránt, titokban marad. Bármennyire elhallgatom azonban a szereplők kilétét, ez akkor is az én történetem marad, és azé a három barátomé, akik igazán fontosak voltak az életemben. Közülük 2 gyilkosok voltak, akik nem érték meg 36. életévüket. A 3. ügyész, aki nem praktizál, a múlt fájdalmában él. Fél felengedni, s megnyugvást talál benne, ahelyett, hogy szembeszállna a rettenettel. Így én vagyok az egyetlen, aki beszélhet helyettük, és a gyermekek helyett, akik egykor voltunk.